Szeged népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted. Midőn én a népfelkelést intézendő más helyekre mentem, azért mentem, hogy lelkesedést ébresztek. De Szegedre azért jöttem, hogy a lelkesedést szemléljem. És most, miután Szeged népét látom, nem késem megélni a fővárosnak, hogy e nép az árulókkal való minden alkudozás ellen ünnepélyesen tiltakozik. Megírhatom ezt? Igen! Oly hatalmasnak hiszem én a népet, hogyha fel kell és összetart, a ropogva összerogyó égboltozatait is képes megtartani erős karjaival. Hazám fiai, mondhatatlanul fontos az óra, melyben hozzátok szólok. Vitéz seregeim talán éppen ebben az órában ütköznek meg az áruló hordáival. Szegediek! Testvériség kötötte bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé. Egy hazának fiai vagyunk. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az árulók ellen. Legyünk kész hazánk oldalán.
Én leborulok a nemzet nagysága előtt, és csak azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban, Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni. Özönlött a nép Kossuth zászlaja alá, s vonult ezrével, tízezrével a kijelölt gyülekezőhely Csepel-szigete felé. Szeptember 29-e, Pákhoz. Győz a fiatal magyar honvédsereg. Európa közepén, él valahol egy nép, ott feltárt a határ, hol végtelen a tét. Nem kíván más a saját határ, öli a vasat. Yeah.